Tavaly több mint 12 ezer látogatója volt a nyírségi disznótorosnak. A nagy érdeklődés miatt idén már kétnaposra szervezik a fesztivált. A látogatók végigkövethetik a húsfeldolgozás teljes folyamatát a szúrástól a kolbásztöltéséig. Ez egy kiemelt rendezvény lehet, ráadásul, hogy a szomszédságban megépült a Sóstó Hotel, így a Sóstó Hotel már csomagajánlatban ki tudja ajánlani ezt a rendezvényt, és ahogy hallottam, nagyon sokan jelentkeznek is az ország különböző pontjából a nyírségi disznótoros fesztiválra, ugyanis ez egy olyan nemzeti hagyomány, amit általában az emberek nagy többsége szeret. Ungvárral és Zsesóból két megfigyelő delegáció is érkezik a rendezvényre, hogy vigyék a magyar disznótoros hírét. A böllérek és főzőcsapatok feladata, hogy elkészítsék a hagyományos ételeket, a hagymás sült vért, hurkát, kolbászt, vagy éppen a toroskáposztát. Felvidékről jelentkezett két csapat, illetve Erdélyből kettő, úgyhogy így a nemzetköziség ismételten meg lesz a versenynek. A vasárnapi nap a Fülétől a Farkáig, ott 24 csapat jelentkezett már, ott az a cél, hogy bemutassuk, hogy a sertésből milyen sok oldalon lehet ételeket készíteni, itt lesz levestől kezdve a sült, a flekkenezett, mindenféle étel. Az ételek mellett a zsűri díjazza majd a legjobb fogópálinkát és forralt bort is. A gasztronómia mellett kulturális programok is szórakoztatják a múzeumfaluba látogatókat. Szombaton az Igrice Néptánc Együttes és a Zene Express tárjai lépnek fel a színpadon, még vasárnap többek között MC haver és teknő, valamint Nótár Méri szórakoztat majd. A disznótoros fesztivál második napja a hagyományos szatmári farsangba is bepillantást enged. Nagyon hosszú ideig tartották ezeket a hagyományokat, egészen az 1960-as évekig, és most ennek néhány elemét fogják föleleveníteni. 10 órától és 13 órától lesz egy falukerülés, ahol különféle zsáner alakok fognak végig menni a múzeumfalu utcáin, és hát a látogatókat szórakoztatják, esetleg ijeszgetik, hiszen a farsang az a téltemetéshez kapcsolódik, a téltemetés ősi ünnepe. Aki farsangi öltözetben érkezik, ajándékot kap, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. A harmadik nyírségi disznótoros fesztiválra a belépő és a kóstoló jegy is 500 forint, amelyet 9 és 15 óra között folyamatosan árusítanak majd február 22-én és 23-án a Sóstói Múzeumfaluban.